Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, délutánon. Itt ülök az autóban, nem mással, mint a Lukasszel. Szervusz. Jelenleg tartunk, megyünk a bankba, be kell mennem a... nem a postára. Hova? Tankolnom kell, ugyanis nincsen benzinem. Aztán majd megyek később a szüleimhez, meg az öcsémhez. Megyünk be szörfözbe, és hoztam a szemüveget. Gondoltam, hogy ma ezzel fogok filmezni, ugye ez az a kamerás szemüveg. Ugyanis már régen használtam. Gondoltam, hogy ugye bemegyünk szörfözbe, és ott a tengerparti részen, meg a bevásárló részen, nem a bevásárló részen, ott a központi részen. Megpróbáljuk egy kicsit filmezni ezzel a szemüveggel. Hoppá! Csak leugrunk itten. És... várja. Az időjárás, mutatom nektek. Jön az eső, egész hétvégére esőt mondott, képzeld el. Ilyen esőt, meg nem esőt. Jelenleg még szépen süt a nap, olyan hideg most nincsen. Úgy egész héten szép idő volt, egy felhőt szinte nem volt az égen. Jövő hétre mondja az esőzést. Szervusz! Lekapcsoltam a szemüveget, remélem, hogy működni fog, ugyanis nem töltöttem fel. Egy jó ideje, mikor használtunk utoljára a szemüveget? Egy pár hete, én azt hiszem. Jó pár, még mielőtt elköltöd, nem hete, két hónapja szerintem. Na, várjál, fordulunk, úgyhogy most gyorsan bemegyek, megtankolok. Na várjál, közben valaki hív. Na, megjöttünk, úgyhogy gyorsan megtankolok. Addig itt hagyom neked a kulcsot, rendben van? Aztán megyünk tovább be a bankba. Na, meg is jöttem, gyors voltam. Nem olyan gyors. Nem olyan gyors. A videón ez gyors lesz, ne aggódjál, kivágtam a részeket, angoltam. Na, menjünk. Megfordulunk, és beállunk oda a parkolóba szembe. Nem a doboz. Milyen doboz? Jön valaki, sehol senki. Hoppá. Fordulunk. Szerinted lesz hely. Ilyenkor mindenki jön a bankba, a boltba, a postára, és itt egy hely, ide úgy csinálnánk be amúgy, a végére oda valahova. Lesz ott, nézd, azt ott hagyták mi nekünk középen. Ott is van, lesz itt hely. Hozzáérkeztem, hogy látjátok, elvittem a Lukaszt a szüleimhez, én csak hazaugrottam, nem sokára megyek az öcsémhez, és ugye mondtam korábban, hogy megyünk szörfözbe, ugye arra a központi részre, hogy tudok nektek filmezni a szemeggel, de jön az eső. Mit mondasz? Nyuszi, mit mondasz? Kergetőznek a feleségemmel. Jön az eső, én úgy nézem, ugye mondott esőt jövő hétre, de nem tudom, talán szerencsénk lesz, és tudok valamit filmezni. Aztán van egy kérdésem hozzátok. Lesz majd élő adás, ugyanis többen kérdeztétek, mikor lesz majd megint ugye élő adás, lesz a tengerpartról, vagy innét lentről, innét. Azt mondta valaki, hogy ide üljek le, és készítsek egy élő adást. Nem tudom, hogy onnét lesz-e élő adás, vagy nem, de a minősége az élő adásnak nem tudom, hogy milyen lesz. Ugyanis a régi helyen az internetnek a sebessége a feltöltés ilyen 30 megabyte per szekundummal ment, a letöltés ilyen 70-80 megabyte szekundummal, ugye jó napokon. Itt, az új helyen, képzeld el, a letöltés rettentő jó. 100-110 megabyte per szek a letöltés, ami szerintem nagyon jó, legalábbis ilyen ausztráliai viszonylatban, az nagyon jó. A feltöltés viszont 1,5 megabyte per szek, ami rettentő lassú, akárhogy is nézzük, és az élőadásnak a minősége, ugye biztos, hogy nem lesz HD, lehet, hogy... ilyen pixeles lesz, mint nagyon-nagyon régen, ugye, mikor még a régi helyen laktunk, de azért már megpróbálkozok egy élőadással. Aztán, ebből jött a kérdésem, hogy nálatok, ahol laktok, milyen az internetnek a sebessége? Ugye egyszerűen ezt már kérdeztem tőletek, hogy Magyarországon mi az átlag, de arra lennék kíváncsi, hogy ti, ahol laktok, ott mi az internetnek a sebessége, tehát 20-szal megy, 20 megabyte per szek, vagy 200-zal, vagy ugye én kíváncsi lennék, mert Magyarország azt hiszem jobb helyen áll, mint Ausztrália internetes nézettségre. Ugye Ausztrália
az internetet nézzük, elég ilyen visszamaradott. Én azt mondom, hogy visszamaradott. És nagyon sok helyen, képzeld el, még csak ilyen 6 meg 10 megabyte per szekkel megy, ami ilyen ADSL 2-es, ugye ez a telefonos, nagyon nem jó. Itt, ahol mi lakunk, ilyen kábeles, tehát bedugod a kábelt, és azon keresztül jön az internet, de a lefeltöltés így is nagyon lassú. Úgyhogy én most gyorsan iszok egyet, összeszedelőzök, amúgy még van időm, lehet, hogy játszunk egyet a Davis-szel, kergetőzünk, vagyis ott kergetőznek a feleségemmel, és elindulok majd az öcsémhez. Hova rohadsz? Te! Kergetőznek. Rettentően szeret a Davis kergetőzni, meg futkorászni, ugye Nyuszi? Úgyhogy, megmutatom nektek gyorsan a modememet, ha már az internetről beszélgetünk, várják, kapcsolok egy kis villany. Meg ráadjuk a hangerőt, vagy a fényerőt. Mit? Mit mondasz? Mi a tiéd? Azt mondja, hogy az övé. Mi a tiéd? Hát, ahogy mondtam, van ez a kábel internet mi nálunk, ami ide van bedugva, itt ugye a tévé, és oda megy be az internet a falba, ilyen kábelen keresztül. Van egy normális modem. Ez a fajta modem, ahogy látjátok. Ezen kívül van egy ilyen másik, egy ilyen, ami nem is modem, hanem egy ilyen erősítő, vagy micsoda, várjál, próbálom így mutatni nektek. Kiveszem a helyéről. Egy ilyen nagy darab doboz. Ez azért van, hogy megerősítse az internetemet, ugyanis átlagban, hogyha nem, én kértem hozzá egy ilyen erősítőt, hogyha nem kérek hozzá, akkor 30 megabyte per szekkel megy a letöltés, a feltöltés ugyanagy az 1,5, maximum 2, de így mivel ezt kértem hozzá, ez extra 20 dollárba kerül havonta, és így megy 100-110-zel a letöltés. Csak gondoltam, hogy megmutatom nektek, hogy nálatok van ilyen Magyarországon, hogy lehet kérni extra ilyen erősítőt, és akkor jobb lesz az internet. Eddig nem lehetett. És csak akkor lehet kérni, hogyha van kábeled, és kábelen megy az internet. Tehát ha telefonon megy, akkor nem lehet. Nem tudom, nálatok is létezik ilyen erősítő, vagy ez csak itt van itt mi nálunk. Amúgy nem tudom, hogy miért nem alapban mehet 100-al, miért kell extra 20 dollárt azért fizetnem, hogy ugye megerősödjön a letöltésem. Na mire, ez így működik mi nálunk. Oda néz, mit építettem! Látod ilyen magas tornyot? Bum! Bum! Amit szeretünk építkezni, a Davis is szeret építkezni, csak mindig, amit én felépítek, ő lerombolja. De, visszaépítjük? Magasabbra? Úgy, azt arra a tetejére, meg ezt is. Jobbsz, jó magas, csak felodalja a plafonig. Mit szólsz hozzá? Amúgy szeret játszani ezzel a vonattal, és ez még a Lucasé volt ez az asztal, meg ez a sín, nem sín, ilyen vonatos valami, és még az a szerencs, hogy eltettük. Nem is tudom, hogy miért tettük el, nem tudom, hogy miért nem adtuk el, hogy elajándékoztuk. Nem tudom, eltettük, és most a téviszé szeret vele játszani, az az egy baja, hogy hiányzik egy csar ebből a felékből, és azért ki van támasztva az ablaka, hogy ne buruljon össze. Mit csinálsz? És készen vagyunk. Úgyhogy elindulunk, beszéltem az öcsémmel, és azért nem megyek előbb, mert mehetnék ugye előbb, mert ugye előbb végzek a munkával, végeztünk ugye mindennel, de az öcsém ilyenkor ért körülbelül haza. Mert ugye kell neki menni sok helyre, ugye munkaügyben, meg mindenfelé, és azért megyek átlába 5.30-ra oda. Péntekenként, na várja, nem találom. Megvan. Úgyhogy indul az autó. Hú, de kék lettem. A szemem is, látod milyen kék volt? Te! Azt lehet, hogy csak én láttam így a kamerának jelzőbe, és na várjál, övezem magamat, és megyünk. Megjöttünk! Felvettem közben az öcsémet, felrakasztom a szemegemet, esik az eső. De hogy esik? Csöcsörög az eső, te! Hát, nem baj. Nem cukorban vagyunk, nem? Esre jött aztán most, mint lehet, hogy ott van az autóban. Lehet, hogy van az autóban. Na ide, a szemeget azért viszem. Ha nagyon megered, akkor nem tudom. Akkor majd valamit kitalálom. Vagy visszük az esernyőt. Amúgy arrafelé nem látni. De látni egy picit. Na, bezártunk, ugye mehetünk fizetni. Már meg kell nézni a számot. 5708. Nehogy elfelejtsük. 5708. Ott is van. Ott is van. 5708. Beütjük a gépbe. És az öcsémnél van apró, nálam nincs. Amúgy nem sokan vannak, nézd, látod, az egész parkoló üres. Nem üres, egy-két autó van, de nem olyan nagyon sok. Biztos mindenki fázik. Ott a 5708, ugye? Az volt a szám. Majd visszanézem a videón este. Pedig rá túl kés lesz, ha megbüntetnek. 5708. Nézd, itt egy Merjo. Ez szépen néz ki. 5708.
50, 7, 0, 8. Na. Átsétálunk. Merre menjünk? A fények felé megyünk. Követjük a fényeket. Ott talán jobban tudok majd filmezni. Remélem, hogy nem lesz ilyen szörszmösszes a videó minősége. Nézd, valaki ott megy egy ilyen deszkával. Látod, tudod, az milyen deszka? Ez egy ilyen elektromos. Van-e hozzá egy távirányítás, mert ezt nekünk is annak kéne menni. Na most mindenkinek beszél. Te hallgatod, akkor neked is. Na, itt átmegyünk. Hú, egy kicsit hideg van, komolyan. Kellett volna hozzon még egy kabátot, azt hiszem. Nézd, ott megy a pizzás, nem? Vagy mi az? Valami kaja kihordós. Átsétál, lenézzünk azért a tengerpartra. Na, zöldet kaptunk, nem jön a villamos. Úgyhogy mehetünk. Lenézzünk. Múlt héten, amikor nem voltunk, nem sokan voltak, egy-ketten sétálgattak. Hogy itt nincs semmi, csak egy pár ilyen kisebb bolt, kávézó, étterem. Át kéne menni a túloldalra. Ezek a szép fa növényzetek mindig ki vannak világítva, olyan, mint a karácsony lenne mindig. Sehol senki. Megvárjuk a biciklist. Hogy ez az az étterem, ahol látod, hogy megsütheted, vagy neked nem megsütheted az ételedet. Itt egy ilyen kalapos, lehet masszíroztatni. Nézd, hát a 30 dollárja megmasszíroznak. 30 percig. Oda nézd, milyen motor. Az ilyen? Az a fehér, ja, az a fehér. Az a fekete. Ja, ez a nagy kereki. De én ezt mondom. Ezek inkább robogók a másik. Elektromos. Vagy ez a ráálló. Na itt az egyik éjszakai szórakozóhely, ami még zárva van. Legalábbis ez a külső része nyitva van, ahol lehet inni egyet, de ott meg lehet venni szörfdeszkát, meg pacskát. Papi csak mindenhol lehet amúgy menni. Itt a rendőrség. Aztán itt a vetkőzős lányok. De be lehet menni, és ott levetkőznek neked. Aztán itt van egy pár szállodat, a Hilton szembe. Ott van kettő másik éjszakai szórakozóhely, a koktél, azt meg a sütő, ezt egymás mellett. Hova nézzek fel? Jó, oda fel. Megkérjük mindjárt az oszlopnak, aztán belém áll az oszlizét. Itt a másik kevavos, mind a kettő. Ebben az utcában öt darab van, kettő, nem, kettő-kettő egymás mellett, ugye? Hogy hogy élnek meg? Aztán beértünk a sétáló utcába. Nem, én tudom. Mit? Szóval te azt tudod, nem is neked mondom, most ne hülyeskedjél. Itt ez a szép kóla. Nem, én tudom, hogy élnek. Na honnan, hogy élnek? Kebabot árul. Ja, úgyhogy kebabot árul. De kettő, négy, egy, öt, ugyanabban egymástól 10 méterre. És minden az öt más fajta. Ne, menjünk oda ki. Ott a jégkrémes. Az biztos nem sok falit adott el, mi? Én azt hiszem, hogy itt megyünk egy kört. Nem mertünk le a partra, átmenjünk a túloldalra. Megnézzük. Hát, ha vannak fent. Na itt a lufi is, látod? Nézd, ott az Elmo. Az Elmo, nem látod, az a piros. A Davis azt tudja, ki az az Elmo. Miért? Hát mert ez a mesében van, ez a figura, nem? Ott énekelnek, amíg mindig ugyanezek vannak ilyen. Lufit csinálnak, énekelnek, táncolnak. Egy hasonló dolgok. Mire rohanjunk át? Megvárjuk a pirosat és akkor menjünk át. És ott lesz szembe a part. Még van két, egy másodpercünk. Hopp, piros van. De le gyorsan, mert zöldre volt a lámpa. Vannak. Te? Atta, nézd, ott benn sétálnak a vízbe, hogy azok nem fáznak. Idáig lemegyünk mi is, de mi nem fog belemenni a vízbe. Oda lemegyünk. Tudod, miért van benn? Azért, mert turista és nem fázik. Atta, mert most jött egyszer. Hát azt mondom, most jött ide egyszer. Ott állnak, lehet, hogy a kamerán nem látni, de én látom őket, ott pont szembe, ahova nézek. Benn állnak. Rövid gatyába, rövid ujjúba, én meg itt felsőbe, hosszújúba megfagyok. Te... De hogy kergettem meg a madarakat? Miért kergetném őket meg? Amúgy itt a piac, ahol most nem fogunk átmenni. Múltkor onnét jöttünk amúgy szembe. Aztán ott van egy pár magas épület, az mind ilyen szálloda, meg hasonló.
de mi most visszamegyünk, és veszünk valamit inni. Nem? Én azt mondom, megint egy ízét viszont, egy csokis tejet, egy kakaót vagy valamit. De nem? És nézd, ott is ott egy szoba, látod, ott ül, ül a semmiben. Itt megyünk vissza? Menjünk akkor itt vissza. Látod, hogy tudod, hogy ül az a szobor ott a semmi? Én tudom. És nem szabad elárulni. Bár megnézzel a YouTube-on, biztos, hogy oda van írva. Beleszünk a képbe. Hát most pont benne voltunk a képbe. Lefényképeztek minket. Most mi van? Még van 3 másodperc, gyere gyorsan. 2, 1. Gyere gyorsan. Kérsz egy hotdogot? Nézd, nem vagyok most ilyes. Mondjuk lehet venni jegyeket mindenféle fajta műsorra, meg dologra. Elmegyünk itt hátul. Van egy bevásárló. Ezen át szoktunk itt menni. Ja, tudod, mit kell vennem? Kell vennem kenyeret, meg tejet, azt mondták otthon, nehogy átfelejtsük. Itt ez a könyvesbolt. Lukasznak biztos tetszene, minden könyv $3, de csak ma. Múlt héten meg 5 volt, nem? Nem. Vagy 2 volt? Nem. Ahogy ez mindig itt van. Nehogy már este levegyed a sok fokát. De, látod, csak ma. Meg holnap reggel, ha visszajössz, akkor is. Meg a hétvégén is, meg jövő héten is. Na. Átsétál, amit minden volt, a legtöbbje már zárva van. Kicsit későn jöttünk ma. Na mindent, átsétálunk, befutunk oda a Bulvörbe szembe, aztán veszünk, vagy a Kózba, hova menjünk? Kózba meg minden, az a túloldalt van. És megjöttünk a tejhez. Na, hol a tejünk, várjál? Nem találom, nem találom. Megtaláltuk. Ez 21 jó, a másik 17, ő nincs 3 literes. Úgyhogy 2 literesek viszünk. Visszakérés. Te is hozz egyet. Itt a kaka jó, oda néz. Milyet hiszünk, epresset? Hát, ahogy is fogják keresni. Én ilyet hiszem. Ezt a reggel is sem. Vagy várj, nincs másik. De van. Na, itt hagyott az öcsém, oda néz. Te mit iszol? Narancsot? Nem, mandarint. Mandarint iszol. Ah, ki fog megint folyni? Hát nem. Monalmás is. Mindenféle fajta. Na mindegy, megyünk tovább. Én maradok a csokis tejemnél. Mit? Mit árasztak le? Nem. Semmit nem árasztak le. Pizza. Ott a másik sorol. Gyere vissza, ott van. Az öcsém pizzát keres. Mit? Vigyek egy ilyet pizza. Ja, én ezt szeretem, ilyet szoktam enni, látod ezt a csirkéset. Ott a sarokban van. Na, nézd, le van árazva. $7. $5. $7. Az nincs árazva. $5. 7.50. De ezt tetszett? Én ja, azt szoktam enni. Nem, ezt szoktam. Nem azt. Melyiket szoktam? Ja, azt szoktam. Azt is szoktam. De hogy volt, az jó volt. Ó, jön, ez miért új? Nem tudom. Ez 8.50. Ja, az öcsém ezt szeretni. Nem biztos, hát, 8.50. Hozzajöttem, ahogy látjátok. Ja, ott a kamera. Davis közben meg is fürdött. Jaj, ide lecsücsenünk a tévé elé. Úgyhogy nem más, mit csinálni, mint a Davis megissza a tejét. Ilyenkor este mindig iszik ilyen tejet, ugye? Aztán elmegy aludni. Ha? Ja. Én meg nem máshol csinálom, hogy meg fogok vacsorázni. Mit? Mit mondasz? Ja, ott a lábad. Hol az oknid? Hm? Socks? Hello, szia, szevasz! Hello? Say, hello? Hello? What? Aj, te, bockodjunk! Hozok neked egy zoknit, rendben van? Megkeressük azt a zoknit. Én pedig nem másról kenni, mint nem tudom mit együnk kupát, sajtot. Én szeretem a sajtot, nem tudom ti hogy vagytok vele, de én eszek sajtot, én minden nap eszek sajtot, főleg ezt a sajtot, a szendvicsbe vagy akármibe. És nem mással fogjuk enni, mint hal, nem hallal. Hallal, ezzel a konzerves hallal. Ezt szeretem. Ez a citromos, látod? Meg a borsos.
Úgyhogy még mielőtt átöltözök, befejezem ezt a videót, és most már semmi érdekeset nem fogunk csinálni. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, mikor nézzük, azt szoktam mondani. Sziasztok!